Sziasztok! Ez a Pergamon Rehány csatornája, és a mai videó a 2021-es év összegzése lesz. Megint eldelt egy év. És hát eljött az ideje annak, hogy összegezzük a statisztikai dolgokat és a pozitív-negatív dolgokat, illetve a csatornára vonatkozó dolgokat, ezt már tavaly is megcsináltam, meg minden évben megszoktam, de tavaly már kialakult az a rendszer, ami alapján csinálom ezt az éves összegzést, amit igazából én fontosnak tartok, meg amit más ilyen összegzőkből válogattam össze, úgyhogy nézzük is. Az elején először csak a statisztikai adatokkal fogunk foglalkozni, gyorsan végigmegyünk azon, hogy milyen volt nekem ez az év. Ebben az évben mondjuk azt, hogy 100 könyvet olvastam el, mert ez teljesen változó. Levettem mindenféle időnyerőt, színezőt a képletből, és így kijött, hogy pontosan 100 könyvet olvastam el az éven, amit egyébként nem terveztem, 75 terveztem, amit sikerült is elérnem de a Goodreads szerint talán 103-at, a Moj szerint 108-at, szóval, hogyha leveszünk belőle minden olyat, ami igazából nem feltétlenül könyv, akkor 100 könyvet olvastam el, és ez összesen 29.784 oldalt jelent, ami kevesebb, mint tavaly, mert tavaly 33.000 körül volt, tavaly előtt pedig 30.000 körül, de igazából nem volt célom az, hogy most nagyon sok könyvet olvassak, inkább a hosszabb könyveimre koncentráltam. Új könyvem pontosan 100 lett az előző évben, ami meglepő, mert az elején nagyon-nagyon visszafogtam magam, és tényleg kevés könyvet fogadtam, meg kevés könyvet vettem, de a végén mégis kialakult, hogy 100 új könyvem lett az éven. Ebből a recenzió csak 17, ami nagyon visszacsökkent a tavalyi évhez képest, pedig tavaly direkt nem fogadtam és kértem annyi recenziót, és ott mégis több lett a végén, úgyhogy most ez igazából nekem pozitív, és az összkönyveim száma 502-re ugrott, tehát elértem az 500 könyvet, ami itt van a polcaimon, aminek én örülök, igazából ez egy szép szám. És az olvasásaim valaha az 675-re ugrott, akkor, amikor felveszem ezt a videót, szóval már inkább 700 olvasott könyvem van, mint 600, ami hát nagyon nagy változás. Új sorozatok, amikbe belefogtam, az egyik ilyen a sóvárgás, aminek még csak az első része jelent meg, úgyhogy még csak azt olvastam, a másik a trónok a lock and key, az igazlátó krónikák, a párválasztó, az egyetemre mentem, a Heartstop heartstopper és az attack on titan, Nemek szerinti elosztás, 27 férfit számoltam meg az írók között, amik, akiktől olvastam, és a többi volt nő. Ez továbbra is egy jó arány szerintem, mert én nagyon keveset szoktam férfiaktól olvasni, és most ez megint jól sikerült, illetve volt köztük sok-sok új férfi író, akitől eddig nem olvastam, úgyhogy ez pozitív és hogy milyen műfajokban olvastam, 25 volt a fantasy, 32 az ifjúsági, tehát ez maradt mind a kettő az élen, 18 volt a klasszikus, 15 volt LMBTQ és 18 volt képregény. Ez a kettő a milyen nagyon újdonság. Ebben az évben véletlenül teljesen elkezdtem ráfeküdni az LMBTQ és a képregény történetekre, úgyhogy ezek nagyon újak voltak nekem és örülök, hogy ilyeneket olvastam illetve milyen nemzetiségek voltak, 12 nem, olyan nemzetiségtől olvastam, aki nem magyar, nem angol és nem amerikai, és ezeknek nagyon-nagyon örülök, de erre egy egész külön videót szánok, hogy mik voltak ezek. Melyik hónapban olvastam a legtöbbet? Öm, júniusban és áprilisban olvastam 14-14 könyvet, ami nagyon meglepő, mert tavaly is az április volt az egyik legjobb hónapom, én nem értem, mi van a szülnapom hónapjában, de ott mindig sokat tudok olvasni, és ezeket követte a július 12 könyvvel. A legrövidebb és a leghosszabb könyv. A legrövidebb az öreg néne volt, ami mindössze 16 oldalas, a leghosszabb pedig a kardok vihara, ami pedig 1120 oldalas. Hány 2021-es megjelenést olvastam? Körülbelül 26-at, ez továbbra is nagyon sok szerintem. Összesen mennyi videó ment ki az éven a csatornán? Az éven kiment 114 videó, és elértük a 400. videót. 2021 utolsó videója a 400. videó volt a csatornán, ami hát elég nagy szám szerintem. Mennyi bukva videó volt most csak négy, de volt négy unboxing videó, és egy nagyon-nagyon új sorozat jött be a csatornán, hogy a Punktyuberek kedvenc könyveit olvasom el, ők pedig az enyémet, és ebből öt is kiment már az előző évben, aminek nagyon-nagyon örültem, és ez egy nagyon jó kezdeményezés szerintem, úgyhogy ezt idén is fogom folytatni. És ami még nagy pozitívum volt, hogy újra van színház ajánló a csatornán, mert hogy újra eljutottam színházba. És mielőtt erre rátérnénk, mert ez már a pozitívuma az évnek, elmondom, hogy milyen kihívásokon vettem részt a 2021-es évben. A klasszikus júliusban vettem részt, ami után klasszikus könyvklubot is indítottunk, ez is majd a pozitívumok közé fog menni lett egy csapat, akik ösztönöznek, hogy még inkább olvasak klasszikusokat, ezen kívül pedig részt vettem a könyvkempingen, ami nagyon-nagyon jól sikerült, a múlt idéző májuson, aminek keretén belül több történelmi regényt olvastam, és ennek örülök, mert nagyon elkezdtem megszeretni a történelmi regényeket. Aztán részt vettem a saját egy hónap egy kiadó kihívásomon, aminek az összegzését már láthatjátok a csatornán. Részt vettem a Barangulás Európábanban, amiben már második éve veszek részt ez a Matilda kezdeményezése. Magamnak kitűztem, hogy elolvasom az összes Jane Austen könyvet, ebből egyet nem olvastam el, és jelenleg az év elején olvasom már az utolsót. Kitűztem, hogy elolvasom a Trónok harca összes részét, hármat olvastam el az ötből, úgyhogy ezt is fogom folytatni ebben az évben. Ugye az egymás kedvencének olvasását is elkezdtem. Részt vettem a Fogad Györökbe egy írót kihíváson, aminek keretében őszintén szintén t választottam, és tőle olvastam el három könyvet illetve Andinak a kihívása ösztönzött arra, hogy elolvassam újra Jane Austen felé forduljak, és elolvassam a többi művét. Melyik kiadótól olvastam a legtöbbet? Maradt az élen a park, az Európa és a 21. század, viszont sokat olvastam a fumax és az ateneum illetve a Lazit is idehozhatnám, mert nagyon sok könyvet vettem a Lazitól ebben az évben, és nagyon feléjük fordultam most ebben az évben, úgyhogy ennek is örültem, meg annak is, hogy a Fumax és az Ateneum újra fel, feljebb került, és megint feléjük fordultam, mert őket én nagyon szeretem. Volt-e újraolvasásom? Volt egy újraolvasásom amit nem gondoltam volna, hogy lesz az utolsó pillanatig, nem voltam benne biztos, hogy ezt én akarom, de aztán végül az év végén újraolvastam a Fiú, akit karácsonynak hívnak című kötetet. Nem bántam meg, nagyon-nagyon jó élmény volt újraolvasva is ez a könyv, és volt egy félbehagyásom is, amit szintén nem gondoltam, hogy lesz az évben, de lett, ez pedig az alkimista lányának különleges esete, elkezdtem ezt a könyvet olvasni, úgy volt, hogy majd többen együtt elolvassuk, és aztán beszélünk róla, de végül elmaradt a beszélgetés, és ha jól emlékszem, nekem és Zsófinak tört bele a bicskájába a könyvbe, nekünk valamiért nem sikerült ezt most elolvasni, nem igazán éreztem, hogy megszólítana, úgyhogy ezért ezt félbehagytam. És akkor jöjjenek a pozitív élmények az éven, ez magánéleti is, csatorna is, mindenféle, ami eszembe jutott, illetve a negatívak. Szerintem kezdjük a negatívakkal, mert tudod, csak azt írtam fel, hogy COVID. Elkaptuk a covid mi is az előző évben, és ez az egész, ez még mindig nagyon durva és nagyon szomorú, úgyhogy ez mindenképpen negatív az évben de sokkal, sokkal, sokkal több pozitív volt. Például, hogy visszatért a színház, és voltam egy csomószor színházba, és ebből kiemelném a Babaróka sajtó bemutatót, ahova meghívást kaptunk, és el tudtuk vinni a kisugomat, és az a Pesti Báb színházban volt, és ez egy nagy élmény volt nekem is. Aztán a könyvtárat elkezdtem aktívan használni. Ugye az előző évi összegzésben én azt mondtam, hogy Beiratkoztam a könyvtárba, csak háromszor voltam. Na most beiratko újra beiratkoztam a könyvtárba, és sokkal, de sokkal többször voltam, úgyhogy ennek örültem elindult a webshop, hatalmas pozitívum az évben, hogy elindítottam a saját vállalkozásomat, soha nem gondoltam volna, hogy ilyenre vetemedem. 2021 őszéig nem voltam benne biztos, hogy ez jó ötlet volt, úgyhogy ez majd a negatívumok között is fog szerepelni. Amit már ti is tudtok, hogy vettünk egy kertesházat, és lett egy könyveszobám, szóval ez hatalmas, hatalmas pozitívum az éven, ennél jobb nem is történhetett volna velünk, illetve lett egy süning, ami szintén nagyon egy pozitívum. Ezen kívül lett egy új gépem, amivel végre elméletileg rendesen fogok tudni nektek videót vágni, és nem lesz ezzel szenvedés. Ez sokat segít a csatorna szempontjából. Aztán volt végre egy rendes külföldi nyaralásunk, ez már nagyon rég nem volt, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örültem. A csatornán volt két rendesen szponzorált tartalom, tehát fizetett tartalom, és ez nekem egy nagyon új élmény volt, és egy nagyon igazából pozitív élmény volt. A Lira is megkeresett, akikkel több ilyen kis kampányt is csináltam, hogy segítsem az ő felhívásaikat, ami szintén nagyon jó volt. A Libertin is nyitott. Felém, ami nekem egy pozitív dolog, mert én eddig nagyon távol éreztem magam az egész nincs időm olvasni kihívástól, ahhoz képest, hogy egyébként követem, úgyhogy ez is pozitív volt. A könyvhét volt az egyik legjobb dolog az évben. A könyves szempontból az élő találkozások a követőimmel és a booktuberekkel, hát ez nagyon-nagyon kellett. Megcsináltam az év egy videózós, ilyen online tanfolyamot, ami szintén jó dolog volt, segített valamennyire. A videózás szempontjából, és az évelején sok interjút is adtam. Adtam egy rádiós interjút az Európa Rádiónak, mindent be fogok linkelni, hogy esetleg meghallgassátok, megnézzétek. Interjút adtam a Webshopról, a karanténolvasásról, a Minap újságnak, a Pécsi Egyetemistáknak öt könyves ajánlom jelent meg egy print újságban, aminek nagyon-nagyon örülök, mert ez mindig olyan felfoghatatlan nekem. A régi gimnáziumon meghívott könyvklub tartására, ami lehet, hogy rendszeres lesz, és ez egy nagyon jó élmény volt, úgyhogy ez mindenképpen nagyon-nagyon pozitív volt. Egy követőmet felköszöntöttem telefonon, mert a testvére, ha jól emlékszem, megkért, hogy felköszönteném, mert biztos sokat jelent neki, ilyenre se kértek meg még soha, úgyhogy ez is egy jó élmény volt és adtam egy interjút a Facebook csoportról, ami a Pergamera Hány Szavak Olvasóklub, mint online olvasóklubról, és ez egy szakdolgozathoz kellett, és így bekerültem egy szakdolgozatba, ami ötöst kapott egyébként a lány, és ami nagyon-nagyon érdekes szakdolgozat lett az online és a hagyományos könyvklubokról, és nagyon örültem, hogy adhattam információt erről. Egyébként a BookTube könyvklubról is beszéltem sokat, mert hogy azért az mégiscsak nagyobb könyvklub, mint az én kis csapatom. Volt kerekasztal beszélgetés Edmonddal, az is egy egyetemnek, az is egy nagyon jó élmény volt, és ez visszanézhető a csatornámon. Kialakult a klasszikus könyvklub, amiért szintén hálás vagyok, mert egy szorosabb baráti kapcsolatot tudtam kialakítani booktuberekkel, az éven sokszor eljutottam fodrászhoz, ami higgyétek el, hogy nálam egy pozitívum, hogy ez megtörténhetett, illetve három esküvőn is voltunk az éven, ami nekem mind nagyon pozitív volt, és én még soha nem jártam ennyi szereskülön. Ja, és a munkahelyemmel kapcsolatban is pozitív volt ez az év, megcsináltuk a legjobb előadást, amiben valaha szerepeltem, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örülök. És akkor a következő, hogy mik a terveim 2022-re. Mindenképpen befejezni az Austin kihívást, és a trónokharcát. harcát, haladni nagyon sok olvasatlan könyvemmel, illetve folytatni a webshopot és a csatornát így, ahogyan eddig is. Ennyi a tervem, semmi extra időközben biztos ki fogok találni valami pluszt még az évre. És a kérdésem felétek mindig az, hogy mi voltak a kedvenc videótok az előző évből. Erre én is fogok válaszolni, mert hogy most jönnek a könyves és a YouTube-os kérdések. Az első az, hogy a könyv, amit izgalommal vártál, és azt itt a imádni fogod, aztán mégsem lett olyan nagy szám, és ide az autóbiografit választottam, mert annyi jó LMBTQ történetet olvastam, és én ebben bíztam, hogy ez ilyen írós, könyves dolog lesz, és hogy jobban fog tetszeni, mint az összes eddig olvasott ahhoz képest nem tetszett annyira. Négy csillag lett, szóval jó volt, de mást vártam. Legmeglepőbb, jó vagy rossz értelemben könyv, rossz értelemben legmeglepőbb könyv az Alice Csodaországban és Tükörországban volt, amit azóta már el is passzoltam, mert annyira, annyira negatív olvasás volt nekem. Az általad másoknak leggyakrabban ajánlott könyv, ide többet is hoztam, a Trónok harca, biztos, hogy ez éven sokat lett ajánlva, ugyanígy Ferrante továbbra is sokat lett ajánlva, és a fiók itt karácsonynak hívnak, ott is ide Hozom, mert uh, 2017 óta ajánlom mindenkinek, úgyhogy mióta először olvastam, úgyhogy ezért ez is ide tartozik. Legjobb könyvszéria, amit elkezdtél 2021-ben, a legjobb, amit folytattál, a legjobb, amit befejeztél. Az egyik a Trónok harca, a, a másik az Attack on Titan, a harmadik pedig a Harstapper, amiből nincs saját példányom, és azt is imádtam. Kedvenc újonnan felfedezett írót 2021-ben George R.R. R. Martin. Legjobb könyv egy komfortzónádon kívüli műfajból, stílusból. A fák titkos élete. Egyáltalán nem gondoltam, hogy nekem való, és hogy ennyire tetszeni fog. Ahhoz képest ez egy nagyon-nagyon pozitív könyv volt számomra. Legizgalmasabb, lenyűgöző, leteltetlen könyv. Több ilyen is volt, az egyik rolling Tool, a karácsonyi malac. Én nem gondoltam, hogy ez a könyv ennyire tetszeni fog nekem, de nagyon-nagyon tetszett. Legjobb borítójú könyv 2021-ben a könyvkötő. Csodálatosan szép ez a könyv, és a történet is remek. Legemlékezetesebb könyvkarakter 2021-ben, például Tyrion Lannister számomra az egyik kedvenc karakter lett. Legszebben megírt könyv 2021-ben, Thomas Hardy, egy tiszta nő. Leginkább gondolatébresztő sorsfordító könyv 2021-ben, Egy élet a bolygónkon, David attenborough Egy könyv, amiről hihetetlen, hogy egész 2021-ig vártál, hogy elolvast, Szabó Magda a Kedvenc érészet egy 2021-ben olvasott könyvből, ezt az időnyerőm gyűjtöttem ki, van egy olyan oldal, hogy idézetek, öt fért, úgyhogy én ezt az ötöt felolvasom, gyorsan, rövidek. Hogyan akarsz meghalni Tirion Tywin fia? A saját ágyamban borral teli hassal, és a hm, egy szűzlány szájában 80 évesen felelte. Hát ez nem, nem kicsiknek való idézet volt. A fák titkos életéből több bátorságot az ősi természethez. Csak aki ismeri a fákat, az képes védelmezni őket. Megint egy Tyrion idézett kicsit felnőtteknek szóló, úgyhogy kihűn mögöm. Szerette volna, ha eszébe jut valami felemelő utolsó szó. A ba mm, meg mind nem valószínű, hogy előkelő helyet szerezne számára a krónikákban. Az Attack on This is a cruel world, and yet so beautiful. És az egy tisztanőből, Sose jutott eszedbe, hogy amit minden nő mond, azt némelyik nő érezheti is? Egy könyv, ami a legjobban lesokkolt, például egy hihetetlen csavar miatt, vagy karakter halála miatt, stb. Egyértelműen az Attakon Titannek a vége. Az év tökéletes könyve szerelmes párja, Alex és Harry, a Red White and Royal blue -ból. Az évkedvenc nem romantikus kapcsolata, a visszaadott lányból hoztam a testvéri kapcsolatot, Kedvenc 2021-ben olvasott könyved egy olyan szerzőtől, akitől már olvastál ezelőtt, Ferrante, újra véletlen találatok. A legjobb könyv 2021-ben, amit kizárólag valaki más javaslatára olvastál el, ez a Ház az égszínkék tengernél, TJ Kluntól. Én kizárólag azért olvastam el ezt a könyvet, mert rengetegen, rengetegen ajánlották és olvasták. Legújabb képzeletbeli szerelmed egy könyvből, amit 2021-ben olvastál. Nagyon sok képzeletbeli szerelmem nem lett az éven, de ha egyet kellene említeni, akkor a sóvárgásból Jackson Vegát említeném. Legjobb könyv, amit 2021-ben olvastál, és 2021-ben adtak ki. Ilyen volt a Tűzkirályné. Nagyon szerettem ezt a történetet is, nagyon-nagyon vártam 2021-ben. Legrészletesebb, legélénkebb világot alkotó könyv, amit olvastál, ilyen volt például a Lock and Nagyon-nagyon szépen, részletesen kialakított világban játszódik, nagyon érdekes volt az egész. Egy könyv, ami mosolyt csalt az arcodra, és a legnagyobb öröm volt olvasni, hát ez még mindig a sóvárgás. Egy könyv, ami megsiratott, vagy legalább majdnem 2021-ben, az Achilleus dala. Az év rejtett kincse, The Prince and the Dressmaker, ez egy nagyon-nagyon szép képregény volt. Egy könyv, ami összetörte a lelked, Heartstopper. Legegyelibb könyv 2021-ben. Fredrik Bachmann, Hétköznapi szorongások, nagyon pozitív élmény volt ez a könyv. Egy könyv, ami megőrített, nem feltétlenül rossz értelemben, a párválasztó. Néha rossz értelemben, de azért alapjában véve inkább olyan pozitívan, ahogyan az ifjúsági könyvek megőríteni szokták az olvasót. Ilyenkor soha nem a legjobb olvasásaim közül választok, hanem próbálok az egyébként pozitív, nagyon pozitív olvasásaim közül választani ezekhez a pontokhoz, mert ezeket máshol nem fogom már így említeni összegzésben. Ennyit erről, és jöjjenek a YouTube kérdések! A YouTube kérdések között az első az, hogy ki volt új kedvenc könyves blog, bookstagram, YouTube csatorna, amit felfedeztem 2021-ben, és nagyon sokat kellett ezen gondolkodnom, mert igazából nem nagyon volt ilyen. És aztán rájöttem, hogy ezt itt szeretném idehozni, a Books Flying Round csatornával, mert hogy én idén sokat beszélgettem vele, voltak közös projektjeink, adott kölcsön nekem könyvet, élőben is találkoztunk, és nagyon-nagyon pozitív az ő egész csatornája, én mindenképpen ajánlom nektek, hogy nézzetek rá, és hát ő volt az, aki a képregények útján terelt engem az éven, és ezért sokat beszélgettünk, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok ajánlását megfogadtam, és sok olyan könyvet olvastam el, amit nála láttam, úgyhogy mindenképpen őt ajánlom. Kedvenc poszt, amit tetettél közé, ide többet is választottam. Ami a legkedvencebb volt nekem, az a Montenegrói vlog. Én annyira még nem élveztem videót felvenni, mint azt, nagyon-nagyon jó kaland volt, és imádtam, hogy Hélsz kedvenc könyvét ott örökíthettem meg, úgyhogy ezt mindenképp ajánlom. De ezen kívül nagyon szerettem a diás ajándékozást, nagyon izgalmas volt, és nagyon jó volt felvenni azt, hogy hogyan is veszünk egymásnak ajándékot könyvhöz illően, illetve szerettem, hogy van alkonyat kibeszélő a csatornán, nagyon szerettem volna már egy rendes értékelhető alkonyat videót a csatornára. Nagyon szerettem az Attack on Titan Shinzo jó cover mert az egy hatalmas kihívás volt, én ilyen nehezen dalt még nem tanultam meg, de nagyon élveztem a Diával és Alizzal készített Talált ki a könyvcímet videót, az is egy szuper játék volt két videót emelnék még ki, mind a kettőt covidosan vettem fel, az egyik a kapcsolói köt percre is nézd meg ezt a videót, a másik pedig az, amikor a könyv leteltetlen. Nagyon szerettem volna már ilyen kis viccesebb videót, és ez az, amikor a könyv leteltetlen, ez nagyon jól jött most így a trónok harcával kapcsolódva, és a kapcsolói 5 percre azért volt érdekes, mert az volt a projektem ehhez a filmes online kurzushoz, hogy valósítsak meg egy videót, amit máshol láttam, és ezt egy másik külföldi BookTube csatornán láttam, hogy ilyen videókat készít az adott lány, hogy csak ilyen chill videók arról, hogy hogy telik egy napja, vagy hogy hogy olvas, ilyesmi, és ezt szerettem volna én is valahogy megörökíteni. Kedvenc könyves fotó, amit te 2021-ben, ez a könyv karácsonyfán volt, én nagyon-nagyon büszke voltam rá, hogy sikerült megépítenem, és legjobb könyves esemény, amin részt vettél, hát ide most a könyvetet kell mondjam, tehát amellett minden eltörpült ebben az évben. 2021 legjobb könyves közösségi média pillanata, nekem most ez az volt, hogy klasszikusokat is olvasok egy kisebb csoporttal, legnagyobb blogoláshoz vagy olvasáshoz kapcsolódó nehézséged az éven, ez a webshop volt, tehát ez a negatív és a pozitív között is ott van. A webshop a legnagyobb nehézségem volt, amit valaha elkezdtem. Úgyhogy ez az elején nagyon sok stresszt és negatív érzéseket, és én nem vagyok elég ehhez, és minek fogtam bele érzéseket, keltett bennem meg gondolatokat, de azt hiszem, hogy ezen túl vagyok, és azt hiszem, hogy most már jó irányba vagyok. Úgy érzem, hogy van erre igény, úgyhogy talán nem vagyok annyira hülye, hogy ebbe belefogtam, de nagyon nehéz volt az eleje legnépszerűbb posztod az éven, kommentek vagy nézettség tekintetében a legjobb romantikus könyvek, amiket valaha olvastam, az 9200 embert ért el, az úgy látom, hogy nagyon tetszett az embereknek, egyébként TikTokon is az egy szeretett videóm, amikor romantikus könyveket ajánlok. Egyébként TikTokon, hogyha már erről van szó, a legnézettebb videóm az a Bajákos Henry Kevéről szólós kis Hülyeség, amit tényleg egy ilyen 5 perc alatt találtam ki és felvettem is, és nem is fektettem bele olyan sok energiát, mint más videókba, és megmondom, hogy most jelenleg hol jár ez a videó, majdnem 500 ezer ember látta poszt, amit bárcsak kicsivel több szeretetet kapott volna, imádom ezt a pontot, a színház ajánlom, ahhoz irányítanálak titeket, illetve az alizkás videóhoz, az alizos pagonyos ajánló, az nem ért el annyi emberhez, mint amennyire szerettünk volna, de én mindenképpen ajánlanám nektek azt a videót, mert játszunk is benne társassal, úgyhogy érdekes és ehhez kapcsolódik a legjobb könyves felfedezésed, ez pedig a Pagony könyves volt Debrecenben. Én nagyon-nagyon örülök, hogy oda is ellátogathattam, és hogy velük együtt csinálhattam egy ilyen kezdeményezést. Kétszer is voltam az éven, úgyhogy az egy nagyon pozitív volt, illetve eljutottam a magvető kávézóba, amit nagyon-nagyon tetszett nekem, és előretekintés. Itt igazából csak egy kérdésre fogok válaszolni, az pedig az, hogy egy könyv, amihez nem értél el 2021-ben, de 2022-ben első számú fontosságú. Ez mindenképpen a Mansfieldi Kastély Jane mert ez az utolsó Jane Austen könyvem, már jelenleg olvasom is, és hát igazából annyira nem akarom, hogy véget érjen ez a Jane Austen projekt, mert utána már nem lesz több új Jane Austen könyv számomra, de közben pedig nagyon érdekel, és szeretném befejezni ezt a projektet, hogy egy összegző videót tudjak nektek készíteni róla. Ez lett volna tehát a 2021-es évem statisztikája. Remélem, hogy érdekes volt ez a videó. Kíváncsi vagyok, hogy ti mennyit olvastatok, milyen dolgokat teljesítettetek, amit elvártatok magatoktól 2021-ben, írjátok meg. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!